1989-ben 10 sportszervezet együttműködésével jött létre a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Ma már 300 taggal rendelkezik az érdekvédelmi szervezet, amelynek célja, hogy támogassák a kis és közepes sportszervezeteket, valamint hogy a tehetséggondozáshoz kapcsolódó feladatokat megvalósítsák. Ennek érdekében indították el a Hiszek Benned sportprogramot. A Hiszek Benned sportprogramot az Emberi Erőforrások Minisztéria Sportért Felelős Államtitkársága meghirdette. A Sportegyesületek Országos Szövetsége lesz ennek a programnak a lebonyolítója. A programra olyan sportszervezetek jelentkezését várjuk, aki vagy sportági szakszövetség tagszervezete, ezen kívül sem TAO, sem kiemelt sportág fejlesztési támogatásban nem részesülnek. Tehát olyan sportág, akik ezekből a támogatási rendszerekből kiesnek, ők jelentkezhetnek erre a programra. A támogatás 2 millió forint lehet szervezetenként, a teljes keretösszeg pedig 150 millió forint. A programra november 30-áig lehet jelentkezni. Ezzel kapcsolatban országos fórumot indítottak, amely lehetővé teszi a települések igényeinek és szükségleteinek a feltérképezését. Nyíregyháza a fejlesztések tekintetében az élen jár. Országjáró körúton vagyunk, és számtalan kedvező tapasztalatunk van, de nagyon komoly összehasonlítást is tudunk tenni a különböző települések között. A város vezetésével történt tárgyalás alapján, beszélgetés során elmondhatom, hogy egészen kiemelkedő a város sporttámogatási rendszere, tehát rendszerbe gondolkodik az önkormányzat. Az az összeg, amit a sportra fordít, szabadidősportra, versenysportra, ennek a működtetésére kiemelkedő összegek, és komoly koncepció alapján jelenleg is létesítményfejlesztések folynak, ami azt gondolom, hogy a települések között, ha ezt értékeljük, akkor a legjobbak között van Nyíregyháza. Ezért a várost képviselő Nyíregyházi Sportcentrum nem is kaphatja meg ezt a támogatást. 7 tornaterem újult meg, fejlesztik a füves és műfüves pályákat, valamint a kondiparkokat, épül a jégpálya, és hamarosan az úszoda is kiemelt figyelmet fog kapni. Viszont a megyei kisebb települések sportszervezetei pályázhatnak a támogatásra. Ez egy nagyon fontos újabb lépés a megyei sportéletben, amely mi Nyíregyházának, mi pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye sportéletének azt hiszem egy különleges lehetőséget ad, hiszen ezzel az együttműködéssel, amelyel mi szeretnénk segíteni természetesen a SOSZ-nak a munkáját, pontosan azokat a kis településeket tudjuk majd segíteni, amelyek kis településeken ezek a sportegyesületek már működnek, és az ő költségvetési forrásaik azok nem mindig teszik lehetővé azt, hogy minden programot megvalósítsanak úgy, ahogy szeretnék, és ez a 2 millió forintos támogatási lehetőség, ez egy hatalmas esély nekik arra, hogy lényegében biztosítsák az egész éves munkájukhoz szükséges forrásokat, és előrébb tudjanak lépni nem csak a helyi sportéletben, hanem a nyugodtan mondhatjuk az utánpótlás nevelés területén is, amelyel pedig egyértelműen hozzájárulnak ahhoz a célhoz, amelyet mind Nyíregyháza város, mind pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat kitűzett maga elé. Ez pedig az, hogy olyan sportolók kerüljenek ki a városból és a megyéből, akikre országos szinten is büszkék lehetünk.